Van egy ilyen, hogy autó, hát mondom, az már nem is autó. Meg hogy mennyi a fizetés, hát ne, szégyellem oda beírni, a barátom. Én mindig is vámos akartam lenni, most már nem. Mindketten a rák jegyében születtek, csak úgy, hogy halak, Orbán pedig ikrek. Nem bikini számt? Bikini, de ő írta. Ő írta? Hova nem szóltam semmit, köszönjük Ferétől. Én néztem ezt a Pepe Le Tour-t, ugye? De hogy én soha nem vártam el férfiaktól, hogy bedöltsenek meg, hogy, tehát, hogy valahogy ez nem marad bennem egy trauma. Üdvözlök mindenkit a Kötetlen második adásában. Meg szeretnénk köszönni, hogy az előző adásunkat olyan sokan megnéztétek. Nagyon jól esett. Nagy segítség lenne, hogyha feliratkoznátok a csatornára, és megnyomnátok a kis harang alakú csengőt, mert akkor kaptok értesítést a következő műsorról. A YouTube csatornán külön kis panelban tudjátok megtalálni a kötetlen műsorokat, egy lejátszási listába szedve. Szeretném bemutatni a mai adás vendégeit. Kalmár Zsuzsanna, Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának színművésze. Te ki is vagy? Ja, igen, a Bajtai Kornél laposföldtagadó, Csernik Árpád megélhetési próbálkozó. Jó napot kívánok! Ismét itt van velünk Engi Erik, Vajdaság Hub e-adminja. Vágjunk is bele! Mondtad, hogy nyomják meg a kis harangot, de azt azért nem árt, hogy a harang nem jó tanácsadó. Igen, a harang, tudjátok, ez olyan szó vicc, tehát Bajtai Kornél szóvíz bűnözőt hallották. Jöjjön az első mai témánk, cikkünk, amivel foglalkozni fogunk, ami a Szabad Magyar Szó oldalán jelent meg. Friss és ropogós még mai. Pásztor István, a Vajdasági Parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kijelentette, hogy hasonlóságokat vélt felfedezni Alekszandr Vučić és Orbán Viktor politikája között. Ő pedig azt szeretné, ha mindketten kitartanának és nem változtatnának hozzáállásukon, olvasható a Danas napilapban megjelent interjúban. Igen, sok hasonlóság van köztük, én 10-et tudtam így hirtelen összeszedni. Kornél készült? Legalább valaki készült. Azt mondja. Mindketten a rák jegyében születtek, csak Vučić halak, Orbán pedig ikrek. Azért értik meg egymást olyan remekül, mert egy nyelvet beszélnek. Vučić a szerbet, Orbán pedig a magyart. A két politikus magassága azonos, de a saját mércéjük szerint. A háta mögött mindketten vicces sztorikat mesélnek Angela Merkelről. Mindketten kritikusan viszonyulnak a Mengyeleje féle periódusos rendszerhez. Egyikük se félt, amikor a ragyogást nézte a moziban, de a kis hableányt azért diszkréten megkönnyezte. Mindketten kételkednek a csillagok háborúja valóságosságában. Mindketten megvigasztalták a szirakúzai könnyező Madonnát, aki kicsit még el is mosolyodott. Mindketten szeretik a focit, csak Vučić ezt kosárlabdának nevezi. És a színművészek tiszteletére mindketten elsétáltak már a Szabadkai Népszínház épülete előtt. Bravo! Szóval mondja még valaki, hogy nincs köztük egy rakás hasonlóság. Sőt, akkor én is felfedeztem közöttünk hasonlóságot, mert én is sétáltam már a Népszínház épület előtt. És szeretnél elnök lenni, vagy kormányfő? Egy ideig, ha megkérdeztél volna, azt mondtam volna, hogy igen, mert úgy gondoltam, hogy tudok változtatni, de újabban azt mondom, hogy ezt a vágában nem lenne. Úgyhogy kicsit bántotta is a szemem ez a téma, hogy ennyire politikával fogunk kezdeni, mert úgy eldöntöttem, hogy na ezt nem, de ugyanakkor az ember nem bírja ki, hát muszáj, mert ugye felkorbácsolódnak a vélemények benne, és akkor muszáj róla beszélnünk. Én meg annyit szeretnék csak hozzátenni magához a cikkhez, hogy hát hogy ne szeretné, hogy ez sokáig így legyen, meg hogy ezek ketten még sokáig megértsék egymást, ugye? Hát addig jó neki, amíg ezek megértik egymást, meg ilyenek, amilyenek. Tehát, hogy azért onnan az ő fejéből is kicsit ki kéne nézni, szegény. Meg ami nekem még szemet szúrt a legutolsó mondat a cikkben, hogy abban is nagyban, Pásztor István szerint, hogy abban is nagyban hasonlítanak, hogy pártjuk sikerességéért harcolnak, de egy pártvezetőnek mindig is mindenütt ez a dolga, mondta többek között Pásztor István, de mivel mind a kettő azért nagyon fontos és vezető állami funkciót lát el, azért
én úgy gondolnám, hogy elsődlegesen azért ő a nép érdekeit, vagy a lakosoknak az érdekeit kellene, hogy képviseljék, vagy, és nem pedig a saját pártjukét, mert azért már megválasztott vezetők, tehát egy államelnök, vagy egy kormányelnök azért nem csak a saját pártjának a malmára kellene, hogy hajtsa a vizet, és mondjuk Pásztor István még ezt becsüli is bennük, azért ez őróla is sokat elárul. Te kis naív vagy, Feri. Lehet. A népért. Mikor hangzott el francia forradalom? Elhangzott, mindig elhangzott. Ja, hogy elhangzik, igen, persze, igazad van. Én nem is tudom. Engem számos támadást ért annak idején, hogy én nem képviselek senkit, úgyhogy én ne beszéljek semmilyen közösség nevében, úgyhogy ezt nem is teszem. Na, mindegy. Én amikor kisgyerekkoromban már nem otthon, hanem a fagylaltozóban vásároltam a fagyit, akkora élmény volt, hogy nem csak az egyfajta ízű fagyi volt, amit otthon anyukám csinál, hanem van többféle fagyi, és most melyiket is nyaljam, te jó Isten, hát na, ilyen élménynek tűnik nekem ez a nyilatkozat, de hát ez teljesen jó, hát öröm látni ezt a nagy választékot. A másik meg, hogy én nagyon demokratikus ember vagyok, tehát én mindenkiről feltételezem a választópolgárok részéről az önálló gondolkodást és a kritikus világszemléletet. Ezért én mindenkinek meghagyom a döntésjogát, hogy ez a kijelentés sor, ez mennyiben releváns. Köszönöm. Az előzetes beszélgetésünkön Erik bevállalta, hogy ő lesz az ördögügyvédje. Tehát, hogy már pedig ő azért itt megvéd mindenkit, meg kiáll Pásztor Istvánért is, a többiekért is. Igaz ez, Erik? Én nem látom, hogy ezzel most mi a gond, úgymond. Ugye? Na, ezt mondtam én is. Nyald a fagyit, és kész, ugye? Vagy az hogy? Igen. Nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket. Ahogy mondaná az örök érvényű klasszikusan. Tudíjas nagy feró. Hát nem bikini számt? Hát bikini, de ő írta. Ő írta? Igen. Nem szóltam semmit. Köszönjük Ferit. Nem látjátok itt a tragédiáját a dolognak szerintem. Tehát ezen a szinten már annyiféle kompromisszummal kell nekik élni az életüket, nem? Vagy... Tehát azzal a hatalommal élni, ami nekik adatott, ez annyi kompromisszum, hogy már nem is önmaga az ember. Tehát, hogy valójában én nehezemre esik, de sokszor feléled bennem az igaz keresztény irányukba, és megsajnálom, mert azért gondoljatok bele. De nem, csak nem. Tehát azért kompromisszum erre, kompromisszum arra, valahogy meg kell őriznem a magam minden hatóságának látszatát, és azt gondolom, hogy ez egy emberőrlő dolog. Ez egész biztos, hogy így van, és ugye hát a népdal is mondja, hogy csak az menjen katonának, aki ilyet szeret. Tehát nyilván, amikor mondtad, hogy te nem lennél államfő, meg nyilván aki közelebb került ehhez közülünk, az nem lenne, de hát nyilván ehhez gyomor kell, meg ehhez el kell viselni azt, hogy nem az lesz, amit te megálmodtál, meg amit te akartál, hanem ami a sok millió kompromisszum után az egészből néha megmarad. És hát voltak olyan személyek, akik magas pozícióban voltak, és egyikük mesélte egyszer, hogy addig jó egy pártban lenni, ameddig nagyjából 80-100 tagja van, mert addig vannak ideálok, addig nagyon elfűek vagyunk, utána az egész elmegy a fenébe. Tehát nyilván ez ezzel jár, a másik része az pedig az, hogy ha viszont valaki ezt magas fokon kívánja üzni, az annak pedig ez a vele járója, hogy időnként lehet, hogy saját magunknak is ellent kell mondanunk. De olyan kizárólagos vagy. Hát ki tud, mi vagy te álomfejtőt? Honnan tudod, hogy ki mit álmodott? Államfejtő. De szerintem amúgy, de sokkal jobb az államfejtő vagy. Az de? Is jó. De szerintem kiszállni is olyan könnyű egy idő után. Tehát egy bizonyos hatalmi pozíció után már kiszállni se lehet. Nem, mert gyerekek, nekem ebből elegem van. Ész már, én már ezt nem bírom, ezt már Nem? Tehát, hogy így nem lehet azt. Nagyjából a keresztapaszerű maffia filmekben szokott lenni ilyen, hogy ez már ugye kiszállni nem lehet. Tehát van az a szint, ami után már annyira bele vagy ásva, olyan mélyen. A többiek nem hiszik, hogy egy módon lehet csak kiszállni, úgyhogy ez egy betonkockába öntve nagyjából. A koló fejet is mondhat. Szegény Cserdike, vagy hogy hívják a Pistának a lovát? Jézus Máriám, azt hittem rám gondolsz, amikor lófejet emlegettél. Jó van. Nem, bocikám. Nem, bocikám, az még kedves. Nem, bocikám.
ez volt az a rész, amit majd kivágunk. De hát amit a Zsuzsa mond erre a kiszállásra, hát ezt szerintem semmi nem bizonyítja jobban, mint hogy egyre több 70 és 80 fölötti politikus van, akik nem érzik úgy, hogy ezt abba kéne hagyni. Ugye a legjobb élő példára Joe Biden, de hát kis pátriánkban is vannak, akik 70 fölött vannak, és még űzik ezt a sportot. Hát jó a fagyi, hát az miért? Hát mert ilyen hidegben a torkod begyulladhat. De régen ettem jó rumenkót, valamit, hogy egy kis víz, egy kis cukor, érted? Egy ember aroma. Aroma. Sokan ugye bírálják az aktuális kormányt, itt is és magyart is. Én szoktam a régit is. De mindenki szokta. És hogy hát már azt hiszem, hogy itt is, illetve ott is ugye a harmadik mandátum, jól tudom? Nálunk ezt nehéz számon tartani, mert évente van választás, valami úgy, hogy... Igen, az, hogy ez már lehet, hogy hatodik. Mi inkább nem tudom. Na mindegy. Magyarországon harmadik. Igen. És most képzeljük el, hogy jön egy teljes váltás, kormányváltás, ahol nem lehet elképzelni. Nem akarom. Ugye ott egy teljesen új kapcsolatrendszert kell kiépíteni, akkor akik jönnének újak, azoknak nem lenne semmilyen tapasztalata, úgymond, vagy ha lenne is csekély. Mire most ők beletanulnak, az mondjuk valahol ott lenne a negyedik év végén, mire... És akkor vagy megválasztják újra őket, vagy nem. De inkább vagy nem. Remélem, hogy tudjátok követni a dolgot, amit akarok. Tehát akkor spóroljuk meg a következő évet. Nem is kell váltani, értem. De nem azt szokták mondani, hogy az új seprű mindig jó seper? Vagy valami ilyesmi? Tehát, hogy az... Hát a régit, igen, a régit ezt kisötni. Hát jó, de nincs teljesen igazad, mert ha megnézed a magyarországi média híreket, miről értesülhetünk, hogy jön vissza Gyurcsány. Hát neki kapcsolatrendszere is van, tapasztalata is, minden tud. Neki nem kell 4 év, hogy belerázódjon. Jön, elveszi az állampolgárságot, elkerget bennünket, kész, rend van. Fontos a háttérben megbúvó Gyurcsány szál. A kötetlen napi migránsozós cikkek sorában megjelent, hogy a migránsok elfoglalták Majdányt. Tehát szombaton délelőtt szép számmal összegyűltek a majdányi, a rábé, a podlokányi, az oroszlámosi és az egyházas kéri lakosok, hogy egy sétát tegyenek a faluban, és ezzel a békés felvonulással tiltakozzanak a falvaikat elözönlő, a házaikat barbár módon bitorló migránsok ellen. Elfoglalták, kikiáltották az iszlám államot, vagy hogy elfoglalták a falut? Az utóbbi időben folyamatosan érkeznek azok a hírek, mivel ezek a, ugye a Majdány és a környező kis falvak sajnos már annyira elnéptelenedtek, tehát eleve ugye a bánáti falvakra nagyon jellemző az elnéptelenedés, az előregedés, és nagyon sok az elhagyatott ház, kevés a lakos, és hát alapjában véve szerintem nem is véletlen, hogy pont ezekben a falvakban kvázi tűr meg a hatalom, illetve a rendőrség ennyi migránst, mert hát azért valamilyen módon sajnos, de ki kell jelenteni, hogy ezeket az embereket azért leírták. Kevesen vannak, idősek, inkább ott, mint Szabadkán, vagy mint Zomborban legyenek ugye tömegesebben migráns. Mi Palicson élünk, most itt ugye hárman is vagyunk palicsiak ötünk közül. Hát akkor mindannyian palicsiak alapjában véve mondjuk Palicson mi nem sokat találkozunk, pedig ha bár nekünk is azért a határövezet azért igencsak közel van. De ott is van, nálunk is van kerítés, Majdánynál is van. Én lehet, hogy nem leszek népszerű ezzel a kijelentésemmel, ugye, de filozófiai bevezetőt tartok. A társadalmi szerződés alapján ugye az állam polgárai, a saját személyes szabadságuk egy és a személyes szabadságuk és az anyagi javaik egy bizonyos részéről lemondanak annak érdekében, hogy az állam ezekkel a potenciálokkal gazdálkodva az ő biztonságukat és egyáltalán az állam működését szavatolja. Tehát akkor most a biztonságukról szeretnék pár szót mondani. Ez az államnak kötelessége, hiszen ezek az emberek adófizető polgárok. Most hagyjuk azt, hogy ki mennyire szereti a migriket, ki mennyire nem szereti a migriket. Ezeknek az embereknek az állam tartozik azzal, hogy az ő adópénzükből és az egyéb tevékenységeik alapján a mindennapi biztonságot szavatolja. Hogy melyik állam kell, hogy szavatolja és milyen formában, arról lehet vitatkozni. De ez így
Nem lehet. Ez így nem történhet meg. Tehát bocsánatot kérek, tényeket közlünk, nekem vannak ismerőseim ott. És Királyhalmán is, és Horgoson is, Tamankúton nincsenek, meg Regőcén sincsenek, de ott is ugyanez a helyzet. Ezek az emberek ott vannak hagyva, ki vannak szolgáltatva ennek az egész helyzetnek, rengeteg ember megy oda, ne minősítsük őket. Akik tudomásom szerint és a hivatalos bejelentések szerint kapnak szállást, ennivalót és zseppénzt. És ebben az országban úgymond ideiglenes tartózkodást, uram, menedékjogot is kaphatnak. Én beszéltem egyikkel, másikkal, hogy ő az utcán él, panaszkodik és tarhált tőlem, pénzt nem volt erőszakos egyáltalán. Hát jó, mondom, de barátom, hát nem az van, hogy nektek biztosítanak szállást. Hát igen, de a szállás az piszkos. Jó, piszkos. Nem okés, hogy piszkos a szállás. Enni kaptok? Hát igen, kapunk, de nagyon sokszor csak rizsa van. Szóval hát én rizsát se kapok, haló. Plusz kapnak hivatalosan ez a helyzet, hogy ők kapnak valami kis zseppénzt is. Ők erről lemondanak, és oda elmennek, és másoknak a vagyonát teszik tönkre. Itt innen dőben nem oké. Én a majdányiakkal vagyok, ugye, ahogy mondja Bud Spencer, én a vízilovakkal vagyok. Itt álljunk meg. Ennek az államnak, a polgárainak a szabadságát, a biztonságát szavatolni kell. Innentől fölfelé, bocsánat, hogy tögetem az asztalt, innentől fölfelé ez a kérdés számomra teljesen evidens. Hogy ki mennyire utálja a migránsokat, ki mennyire szereti, ki mennyire érez velük együtt, ki mennyire nem érez velük együtt. Honnan jöttek? Miért jöttek? Jó? Rendben. Mi van azzal az emberrel, aki lefizeti, vagy befizeti az adóját, és amelyikből van ugye aszfalt, van rendőrnek fizetése, van a katonának fizetése, van a politikusnak fizetése, stb. Csókolom. Ennyit tudok először. Én a téma iránt érdeklődő, és nem csak a propagandát követő és szajkózó embereknek szeretnék ajánlani egy kis olvasnivalót, föltéve, hogy a mai világban még olvasnak az emberek. Kiírtam ide, Udo Ulfkotte írta, és Menekült ipar, ez a címe a könyvnek. Ebből pontosan el lehet olvasni, hogy onnan az arab világtól kezdve Berlinig melyik kormány pontosan hogy és mennyi millió vagy billió dollárt, eurót profitál ezen az egész történeten. Tehát nyilván mindegyik ország utána úgy kampányol az egésszel, ahogy kampányolni akar, tudnivaló, hogy Szerbia is komoly pénzösszegeket kap azért, mert a területén migránsok vannak. Ugye Szabadkán például szállásokat is építettek nekik, az látható ott a Halasi úti kosszárnya mögött. Másrészt viszont az a lényeg, hogy ezzel az gyakorlatilag ezeknek az embereknek az adásvétele történik, tehát most nem őket védem, ők nyilván jönnek tömegesen, csinálnak, amit csinálnak, de szerintem már százszor és százan elmondták, hogy ez az állam tudta nélkül itt nem bonyolódhatna. Nyilván szerencsétlen opció vagy történés az a migránsok szempontjából, hogy a koronavírus miatt most még zártabb lett a világ, tehát itt rengetegen gyakorlatilag itt rekedtek, pedig mennének tovább, ha tudnának. Másrészt viszont ugye ne legyünk naívak, ha a rendőrség és az állami szervek nem engednék, akkor nem lenne ez a... Ugye természetből tanultuk ezt a vízkörforgását természetben, hogy a migráns pressevon fölül egy buszra, vagy beül egy taxiba, följön Szabadkára, Majdánra, Horgosra. Időnként, amikor már nagy a zsivaj, akkor a rendőrség leviszi őket buszokkal, aztán a migráns pressevon fölül a buszra, és jön vissza, és így körbe-körbe mennek, és semmi más nem történik, és ugye a 2015-ös, amikor a Röszkén a határ áttörése is volt, akkor tudnivaló volt, hogy mert szemtanúk mondták a tévések, rádiósok, hogy például Sydney-nél is a rendőrök mondták, hogy merre menjenek, honnan, hova vigyék a különféle nagy buszos cégek emberei, a sofőrjei, a munkásokat, illetve egy alkalommal még megboldogult újságíró koromban a szabadkai menekülttáborban az akkori helyettes menekültügyi főbiztossal interjúztam, aki nyilván off-ban elmondta nekem, hogy a helyzet teljesen egyértelmű, azt mondja, követjük őket. Migráns csoport bemegy a tőzekbe, a szelevénybe, a kelebiai erdőbe, vissza pedig nem jön. Tehát nem raktak fészket és laknak a fán, hanem nyilvánvalóan a másik oldalról átengedik őket. Tehát igen, lehet rájuk haragudni, lehet őket köpködni, mindenért őket tenni felelősnek, sorolni a végtelenség, hogy menjenek haza, ahonnan jöttek, nem fognak visszamenni, ez egyértelmű. Viszont ezt az adott ország állami szerveinek kell kezelnie, ez azt hiszem, hogy egyértelmű. Hogy mi vagyunk a járulékos veszteség, persze. Tehát a szerb kormány
nagyon jó külpolitikai hasznot húz abból, hogy az unió szemében eljátsza az emberbarát és együttműködő partnert, fölveszi a migránsok után járó támogatásokat, amit nem fizet ki aztán a gazdáknak, akinek letörik a barackosában, illetve a gyümölcsösében a fáknak az ágait, vagy kárt okoznak neki, illetve nem kártalanítja azokat, akiknek az ingatlanjában valamilyen kár áll be, de viszont begyűjti érte a külpolitikai poénokat, illetve a pénzt. A magyar kormány részéről pedig egy nagyon erős belpolitikai haszonszerzésnek lehettünk tanulni, megépítették a kerítést, ami hát arra nem volt elég, hogy föltartóztassa gyakorlatilag a migránsokat, hanem most igazából már évek óta egy ilyen kvázi gátként működik, ami a gát mögött mi vagyunk a duzzasztó tó, tehát a földuzzasztott tó, ahol ugye föl vannak torlódva ezek az emberek, és apránként azért csak tudnak átszivárogni Magyarországra és az Európai Unió területére, amire a magyar állam horribilis pénzt költ el, hogy ezt a folyamatot próbálja lassítani, illetve valamilyen szinten megállítani, de ez inkább egy belpolitikai tőke a magyar kormány számára, és ennek a kárvallottjai viszont az én meglátásom szerint kifejezetten mi vagyunk, azok, akik a határmenti régióban élnek, nagyobb számban magyar lakosság, mint más nemzetiségű. Egy kicsit úgy érzem, hogy kaptunk ekét, meg támogatást, meg pályázhatunk, és inkább maradjunk csendben. Nem tudom, hogy ebben a témában nekem a döbbenetem a nagyobb, vagy a dühöm, hogy évek óta tart egy helyzet, ami tarthatatlan nem csak az itt élőknek, vagy most már lassan ugye Európa északibb felén élőknek is, de szerintem azoknak is, akik eljönnek. Tehát, hogy nem akarok én se odaállni, hogy szeretem vagy nem szeretem a migránsokat, embereknek tartom őket, és megrögzötten liberális vagyok, még akkor is, ha ez egy szitok szó manapság, de hogy Európa kormányai, és már világszintű ez a probléma, és ezek a kormányok, akik szinte vizet fakasztanak a sziklából, hogy képtelenek megoldani egy ilyen helyzetet, ha összefognak, és ez a nagy, sok hatalmas és okos ember összedugja a fejét, el fogom olvasni ezt a regényt, vagy ezt a könyvet, mert éppen, tehát, hogy az ember egy idő után már csak azt tudja feltételezni, hogy ennek a hátterében valamiféle összeesküvés elmélet. Mindig a pénz ugye? Van a háttérben. És hogy csak paranoiás vagy a nő, leszel. Vagy a pénz. A nő. Vagy mindkettő. Ja, itt most inkább a pénz. Inkább. Tehát, hogy az, és akkor itt jön be a düh. Tehát, hogy egyrészt az ember nem érti, és áll, hogy ez hogy lehet. Tényleg nekem kell megoldanom, ha bejön az udvaromba. Tehát a majdányiak esetében. És nekik kell majd ott 60-70 évesen előszedni. De ha megoldja, akkor meg aztán ő fog ráfaragni. Tehát, hogy igen, ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Én nem mondom magamat liberálisnak, inkább a másik, amit ki sem mondok, mert ez inkább szitokszónak számít. De te vagy a házi nácink vagy, hogy tudod, hogy van ez? Szegény elnyomott szélső jobbosok. Szerettél volna szőke lenni világéletedben, mi? Aztán maradt a kopasz fej. Na mindegy, és most ez a kijelentés egyáltalán nem ebbe a kategóriába fog tartozni. De ebben ez a kötetlen, igen, bármit kötetlen mondhatsz rögtön. Mondani, de hogyha az a nincs probléma, hogy vajdasági ember kiemigrál Németországba dolgozni, akkor az a mi van probléma, hogy az arab kiemigrál? Nem azzal van a probléma. Hát nem azzal van. Azzal van a probléma, hogy a magyar elment nyugatra, az arab meg beüt a házába. Igen, tehát igen, indirekt módon igen ez. Tehát, hogy de valójában akkor tényleg azt szeretném elmondani a megrögzött migránsozóknak, hogy ha még nem jöttek volna rá, ez egy évszázados népvándorlási tendencia. Ez befejeződni nem fog. Az, hogy az államok rövid távú pontszerzésre kezelik, ez a tragédia az egészben. A másik pedig, hogy csak egy pillanatig képzeljük el azt a fajta reményvesztettséget, ami arra veszi rá az embereket, hogy eljöjjenek és így lődörögjenek egy évig egy ismeretlen országba, parkokba, boltokba, nyilván házakat fölgyújtva, ami nem egy szép dolog, de képzeljük el azt, ami miatt tömegesen ez történik, és ez történik az élhetetlen területekről, pont úgy, ahogy a magyarok 2000 éve, meg a szlávok is attól nyilván kicsit kevésbé régen, bár ők talán nem ezt mondanak. Tehát az, hogy megindultak, ez egy évszázados tendencia, és nem lesz ennek holnap után vége, akkor se a kerítést, akkor se a falat építünk, viszont rendszerszerűen valahogy kezelni kell a dolgot. Áttérünk a következő cikkünkre, témánkra.
kicsikét lazább, kötetlenebb vizekre evezve. Korrupció. Igen, közben kötetlenebb vizekre. A korrupció, igen. Az igazságtalan meggazdagodás, ami ellen a szerb kormány többek között nem csak a maffia ellen, az igazságtalan meggazdagodás ellen is föl fogja venni a harcot, mert föl is vette, mert hogy életbe lépett a vagyon eredetéről szóló új törvény. Reszkessetek, betörők, vámosok, korrupt politikusok. Lássuk, azt mondja, a törvény 75%-os adót vezet be azon személyek számára, akiknek nincs bizonyítékuk arra, hogy hogyan jutottak a vagyonukhoz. Én mindig is vámos akartam lenni, most már nem. Most ennek a biznisznek is lőttek kész. Na jó, de van itt egy 150 ezer eurós limit, azért annyit a vámon nem szedegett össze egy váltásba. De ti ezt elhisztitek? Mit? Tehát én a férjemmel... Hogy van ilyen, hogy valaki mondta, igazságtalan? Nem, és mondta, nem, hogy ilyen. Most akkor izé... És mondom, te ezt elhiszed, hogy itt majd azok fogják megütni a bokájukat, akiknek meg kéne. Tehát, hogy valamelyikőtök hisz ebbe egy... Én csak mélységesen szégyellem magam. Néhány héttel ezelőtt, most hadd ne taglaljam, miért ki kellett töltenem egy vagyonnyilatkozatot, amelyet hivatalos helyre be kellett küldenem, és ott van mondjuk 200 rubrika, hogy milyen fajtája és milyen formában megszerezett vagyonod van, és hogy azt ki kell tölteni. Hát én annyira szégyődtem magam, hogy három helyre volt mit beírni. Tehát az, hogy van egy ilyen, hogy autó, hát mondom, az már nem is autó. Meg hogy mennyi a fizetés, hát ne, szégyellem oda beírni a barátom mérőbe. Én annyira szeretném azt, hogy én egyáltalán ebben az egész történetben valamilyen formában érintett legyek. Jaj, de szép lenne. Szeretnéd, ha vizsgálódna az adóhivatal az ügyeid után, ugye? Tehát... Vizsgálódnak anélkül is, azt ne szeresd. De mivel én ugye nagyjából 15 évet jártam közgazdasági egyetemen, én elmagyarázom nektek. Ennyit? Sikerült befejezni, nem baj, az a lényeg. Ja, hát ezt nem mondtam. Tehát... Kezdem egy történettel. Egyszer régen apámmal néztünk egy filmet, amiben az volt, hogy az amerikai gangster vett 2000 dollárért egy autót, készpénzben fizetett, utána beült ebbe az autóba, és a következő sarkon eladta 1200 dollárért. És kérdeztem apámtól, hogy ez most mi volt, ebben mi az üzlet? És azt mondja, hogy hát ez a pénzmosás, azt mondja, ez az 1200 dollár, ennek már megvan az eredete, tehát az egy veszített a lopott pénzen, de ez már legalizálva van neki. Na, most képzeljük el a mai világot, egy ilyen váratlanul és hirtelenül meggazdagodott üzletembert, hogy szokták mondani, kétes hírű üzletember, virágkereskedő mondjuk, és egyszerűen valahonnan van neki 1 millió eurója, amivel ő nem tud elszámolni. Na hát ezért az 1 millió euróért mondjuk Budván vesz egy nyaralót. Aztán ugye az adóhivatal észreveszi, hogy ez több mint 150 ezer dollár. Szólnak neki, hát ő akkor szépen ennek leadózza 75%-át. És jelzem, az a pénz az csak úgy jött. Tehát megmarad a 25%-a, neki pedig van egy teljesen legalizált villája. Nyilván egy hasonló kétes hírű vállalkozóval fölveszi a kapcsolatot, eladja neki mondjuk 1 millió 750 ezer dollárért azt a villát, mert hát jogilag tiszta, legalizálva van, gyakorlatilag a kifizetett adó visszajön neki, meg van 1 millió dollár tiszta pénze. Tehát én hiszek ebben a törvényben. Kösz a tippet, Kormi! Ilyen nyerészkedő emberek nincsenek. Nem biztos vagyok. Ezt én találtam ki, persze. Ez az Európai Unió által megkövetelt törvénycsomag, vagy ez ilyen belső genezisű törvénycsomag? Ez most függ, hogy te hol építetted azt a házat, amiről most így... Nem fogadom el a választ. Hát nem tudunk erről semmit, ugye? Mert fontos ez is, hogy ez a törvény most belső keletkezésű, mert a... Hát én gyanítom, hogy európai jogharmonizáció része, mert amikor egy-egy törvénynek mondjuk a szerb, a magyar, meg a horvát változatát megnézed, nagyjából ugyanúgy néznek ki. Ezek nagyjából ugyanazok a törvények szoktak lenni. Szóval akkor nehogy azt gondolja valaki, hogy itt most nagy megbecsületesedési hullám következik, ez egy eszközölt törvény, maradjunk ennyiben. De. A papír mindent elbír, nem? Hadd ne gondoljuk tovább. Nem, előbb-utóbb nem bír el, szerintem. Lehet, hogy már nagyon öregek leszünk, de előbb-utóbb nem bír el mindent.
A végére tartogattam egy érdekes színes hírt a Pannon RTV oldaláról, hogy mindenki, minden médium azért meg legyen szólítva A-tól Z-ig, ami a környező médiaházakat illeti. A nagy szerelem lett Pepe Le Pici veszte. És egy darabig nekem ezen gondolkodnom kellett, hogy ki a fészkes fene az a Pepe Le Pici? Hát nem, vajdasági gyerek vagy. Google a barátom, tehát mert azzal se lettem volna előrébb, igen, mert azzal se lettem volna előrébb, hogyha elolvasom, hogy Szerbiában Pepe Le Tvor néven szerepelt a képernyőn, mert így se mondott volna sokkal többet, de aztán rájöttem, hogy hát ez az a durván nyomulósan csajozós borz, aki még a macskát is meg akarta volna izélni, hogy a fekete macskát is elvesz. Az se baj, ha nő. Tehát ő nem ez borz, a kategória. Ez nem amerikai görény. Azaz bűzös borz, ugye hát... Az nem ugyanaz? Én nem tudom, az egyik nem ugyanaz. Vigyázz, szóval. Mert a citrom tudja azt is, hogy mi a vikunya. Tehát vele nem lehet állatokról vitatkozni. A micsoda? A vikunya. Vikunya. Ugye? Nem tudod, mi a vikunya? Nem tudod, mi a vikunya. Na, az olyan, mint a dörvénye, csak más. Az a vadláma. Őszintén a borzot sem tudtam eddig értre, hogy mi, ahogy látom. Az olyan, mint a vérnyúl, csak lámám. Vérnyúláma. Drakuláma. Visszatérve a hírat, tehát majd a bejátszásból, várjál, bejátszom. Tehát a bejátszásból most látjátok, hogy kicsoda ő, tehát Pepe Le Pici, a bolondos dallamokból ismert folyton nyomuló bűzös borzot, korábban már a Space Jam 2-ből is kivágták, mostantól pedig a Warner TV-s produkcióban sem fog többé feltűnni, mert hogy francia csíkos bűzös borz történetei főleg arról szóltak, hogy a tiltakozás ellenére folyton próbálta meghódítani a fekete macskát, és ezért már korábban is kritizálták. Tehát a legújabb hullámot a New York Times egyik írója indította el, aki cikkében a gyermekmesékben látható problémákra, mint amilyen a rasszizmus és a szexizmus hívta fel a figyelmet. Tehát... Tehát Erik, te most már elvesztetted az esélyt, Pepe Le Picit, te már nem tanulsz csajozni. Érted? Tehát ez a vonat elment. Na, ez kész. Eddig sem voltam valami nagy csajozós, most már végképp. Most már lesz is mire fognod. Ja. Jó, hogy nem börtönözik. Jó, hogy nem börtönözik be ezt a Pepe Le Picit, ja Isten. Ez már tényleg olyan, mint annak ide az ókori Kínában volt olyan, hogy a túlvilágra szóló büntetés. Tehát akkor meghalsz, még utána is rád büntetnek egy lapátta. Szóval milyen ügyem? Amerikában ez a kumulált büntetés az nem olyan, hogy 470 évet kapsz, és hogyha meghalsz, folytatod. Oda át. Hát a következő néhány életedben. De azon gondolkodom, hogy ez az újságíró, aki ugye ezzel foglalkozik, hogy a gyerekek milyen traumákat kapnak, hogy ez a saját, tehát hogy rémálmaiban visszatért neki egy-egy ilyen mesefigura, vagy a saját gyerekein látta, vagy hogy ezt miből szűrte le. Ezt nem nagy, tudom. Ez tehát, hogy, vagy csak nagyon unatkozott, vagy valamit ki kellett találnia, hogy kapjon pénzt érte, hogy írja meg a cikket. Úgyhogy miért van ez most így? Tehát, hogy kicsit ez én nem tudom, tehát hogy a rasszizmust a gyerek fix, hogy nem a meséből tanulja meg, hanem a szüleitől, nem? És az, hogy most egy rajzfilmben adott esetben van három fekete színű varjú, akik, mit tudom én, kint a gyapott földön dolgoznak, hát ez nem kötelezően, ne, ugyanilyen eset, hogy kivágták a rajzfilmből azt a részt, ahol a három fekete varjú szedte a gyapotot. Hát most ez, nem is tudom, ez nem, nekem ez nem. Az viszont, amikor néztem, most nem akarom megnevezni, délután 1 óra, 2 órakor, ilyen kisgyerekek számára szóló rajzfilm csatornán, azonos nemű zöld cica és rózsaszín elefánt az autós moziban énekeltek musicalesen a saját boldogtalan szerelmükről, és akkor az egyik még a nagy bánatában még ilyen zöld színű valamit hányt mind a két szeméből. Szóval... Én nem te ilyeneket nézel? Hát oda téved az ember, igen. Szóval, hogy ezt 4-5 éves gyerekek nézik, úgyhogy jaj, de szép... És akkor a Pepe Le Tvor... Apa, én iződet akarok hányni a szemembe. Én tudom, én néztem ezt a Pepe Le Tvort, ugye? De hogy én soha nem vártam el férfiaktól, hogy bedöltsenek meg. Hogy, tehát, hogy valahogy ez nem maradt bennem egy trauma, nekem az akkor vicces volt. Nem maradt neked ez a macska már így tudod. Nem maradt neked ez természetes, hogy nem kerested aztán a férfi ideálban a fölnőtt korban, hogy hát ilyen. Sőt, nem is futok el a férfiaktól. Hát igen, most konkrétan a Pepe Le Picivel
ezzel kapcsolatban az az álláspontom, hogy ezt a karaktert konkrétan nem szerettem, mert idegesített. De egyébként, ha beütöd a Google-ba, hogy betiltott rajzfilmek, Tom és Jerry-től az ég csodájáig minden találsz különböző országokra vonatkoztatva. És megint csak a gazdasági logika mondatja velem, hogy amikor viszont valamit betiltanak, abban mindig van egy gazdasági potenciál, gondoljunk csak a szesztilalomra például, vagy ugye ugyanez vonatkozik a prostitúcióra is, hogy ahol nincs legalizálva, ott rengeteg illegális pénz forog körülötte, és én már látom magam előtt, hogy amikor majd vége lesz a járványnak ezek az illegális rajzfilm mozik, amikor megnyílnak. Külön ajánlással tudsz csak, egy mozi keresztapa ajánlásával lehet csak oda bemenni. 2000 dinár lesz a belépés, akkor lesznek ilyenek, hogy éjszaka egykor Tom és Jerry maraton, vagy kengyel futó gyalog kakunk. És a gyerek könyörög otthon. És néha razziák lesznek, és beviszik az embereket a börtönbe, mert tiltott rajzfilmeket néznek. De várj, nekem különben most esett le, hogy legutóbb valamelyik RTL csatornára kapcsolatban, és néztem, hogy mi a francért este 11 óra után Tom és Jerry megy a tévében. És nem raktam össze, hogy azért, mert hogy ez már káros olyan szinten, hogy nem állítottam át az óra. 18-as karikás lett a Tom és Jerry, úristen. Igazság szerint mindig is voltak, vannak és lesznek bizonyos tilalomfák. Igazság szerint ezzel nincs is olyan különösebben nagy baj. A probléma mindig ott van, hogy ki az, aki betiltja amit. Mert itt ez a súlyos probléma, hogy ki találta ki ezt, hogy most egy ilyen francia akcentusú görény fogdossa a csajokat, és ez ön nemzet és ifjúság pusztító. Akik már jártak Párizsba, azt mondták, ilyenek a francia pasasok egyébként. Ennyi volt a mai műsor, ne felejtsetek el feliratkozni, és ha tetszett, akkor osszátok meg ezt a videót. Köszönjük szépen! Tehát a...